Na sziasztok, és köszöntelek titeket a 40 000-es Instás hét második videójában, ami nem lesz más, mint hogyha... Hát egy kicsit visszanyúlunk a múltba, ugyanis amikor beköltöztem... nagyon nehéz a kamera, mert ez egy sokkal nagyobb kamera, mint amivel vlogolni szoktam. A vlog kamerám, hát kicsit megmutatom. Egy kicsit megkérdőjelezhető állapotba került, várjatok. Mutatom, mi a helyzet. Szóval a vlog kamerám az így... Hát így ketté vált, tehát hogy így most megpróbálom megmutatni. A vlog kamerámnak ugye ez a kis képernyője, jaj, igen, és ez így valahogy hát így levált magáról a kameráról, szóval ezt egy életveszély most így használni. Szóval jelenleg egy ilyen bitang nagy kamerát tartok a kezemben, aminek azért van súlya, és az én bicepszem terhelhetősége azért eléggé megkérdőjelezhető, de nem ez a lényeg, hanem hogy visszanyúlunk a múltba, és amikor beköltöztem ebbe a lakásba, nagyon sokszor csináltam, vagy hát volt belőle azt hiszem három rész, hogy ilyen lakberendezési tárgyakat kis túlzással, tehát lakberendezési tárgy alatt mondjuk ezt értem. Ilyen típusú lakberendezési tárgyakat vettem meg videóban. Nagyon-nagyon régen vásároltam már a lakásomban bármit. És nagyon megjött hozzá a kedvem, és én ezt nagyon szerettem megosztani veletek, úgyhogy gondoltam, hogy csináljuk ezt együtt. Ja, és a lényeg. A mai ilyen kis videónk az eléggé erkély fókuszú lesz, ugyanis azon gondolkoztam aminap, hogy amikor én albérletbe költöztem, akkor nálam kizárt volt, hogy olyan albérletbe költözzek, ahol nincsen erkély. Mégis azt érzem, hogy annyi időt azért nem töltök az erkélyen, tehát hogy nyilván jó, hogy van, meg nagyon-nagyon szeretem, de annyi időt mégse töltök ott, amennyire én szerettem volna azt, hogy legyen erkélyem. Kicsit az jutott eszem, hogy nem annyira kényelmes, nem annyira komfortos, nem annyira otthonos. Amióta kitettem azt a két műnövényt ide, azt is egy ilyen videóban vettem, azt hiszem, egy éve kb. Egy kicsit több, mint egy éve. Azóta én nem igen vásároltam semmit az erkélyemre, úgyhogy... Jó, most meg... Úristen, amúgy most az lenne a reális, ha megmutatnám, hogy most hogy néz ki az erkélyem. Készüljetek fel, jó? Takarítani sem annyira gyakran járok oda ki, szóval ezt így... Azt el szeretném mondani. Így az igazságos, hogyha most ezt megmutatom nektek, hogy hogy néz ki az erkély. Úristen! Milyen madárka kill ekkorát? Várjatok, mindjárt mutatom, miről van szó. Szóval igen, hát a madarak is ide látogatnak néha, de szegény madárnak ez nem valami borzasztó hasmenése lehetett, nagyon sajnálom. Legközebb kopuljon be, és adok neki rá gyógyszert. És igen, tehát az erkélyem valahogy így néz ki, szégyenre ám, az a, pontosan jól gondoljátok, az azóta van itt kint, ez a festék, amióta itt festettem az erkélyen, és az is videóban történt, szóval pontosan tudjátok, hogy kb. Az ilyen 2-3 hónapja volt, vagy egy, nem tudom, mindegy. És hát, látjátok, tehát hogy annyira, igen, itt is így festettem, nem annyira takarítottam el, nem annyira használom az erkélyt, megmondom őszintén, néha-néha kijövök, de hogy így nem viszem túlzásba a dolgot. Ez a kettő kis növény van itt azóta, mióta beköltöztem. Szóval ez a kettő olyan, ami ilyen kis komfortossá és hangulatossá teszi, illetve itt szoktam néha, vagy hát így nyáron elég gyakran teregetni, de hogy így kb. Ennyi. Értitek, hogy mi a bajom az erkélyemmel, hogy olyan... De amúgy imádom, meg nagyon szép a kilátás, meg nagyon szeretek itt kint lenni, csak nem szoktam olyan sokat. És konkrétan egy ilyen show-t csinálok az erkélyen, és mindenki engem néz, bocsánat. Tehát az erkélyemre szeretnék mindenképpen dolgokat vásárolni, illetve elhatároztam magam, hogy, vagy hát igazából ez nem saját dolog volt, hanem anya, aminap feljött hozzám, és azt mondta, hogy nem normális, ahogy tárolom a ruháimat, mármint, hogy igazából tényleg minden elől van, és hiába győzködtem anyát is ezzel kicsit magamat is, hogy de azt még hordom, de azt még felveszem, ezt mind tudjuk, hogy nem így van, szóval vannak ruhák, amik nagyon ritkán kerülnek elő, de azért foglal ennyi helyet minden ruhám a lakásban, mivel minden elől van. Nem mindennek kell elő lenni, és szeretnék dobozokat venni, amikbe bele tudom rakni az olyan ruháimat, amiket jelenleg nem használok, vagy amúgy kevésszer van rajtam, és az ágy alatt még van hely, ahova be tudom rakni ezeket a dobozokat. Ha becsúszik egy-két cuki lakberendezési dolog, amire nem tudok ellenállni, gondolok itt na, ha van valami, amit nem kellene vásárolnom, az díszpárna. Fogok vásárolni a díszpárnát? Valószínűleg igen, mert nem tudom, a díszpárnák olyan jók. Na, menjünk, és akkor vásárolgassunk együtt, jó? Van kedvetek velem shoppingolni? Remélem.
outfit of the day. És ez nem csak az outfit of the day, hanem ez az outfit of the tegnap, mert tegnap ugyanez volt rajtam, csak úgy éreztem, de amúgy sokszor van ilyen, hogy úgy éreztem, hogy nem annyira használtam ki az outfitemet, úgyhogy ugyanezt vettem fel ma is. Igazából a törött lábujjam miatt tegnap olyan egy órára mozdultam ki itthonról, szóval egy órát volt rajtam ez. Amúgy most így láttok, mert konkrétan én úgy látom magam a kis képernyőben, hogy ilyen full sötét van, de mindegy. Igazából amúgy nem is lényeges, hogy miről beszélek, szóval viszlát. Még mindig sántikálok egyébként, de már kezd sokkal-sokkal jobb lenni. Az első megállónk, ahova fogunk menni, az a Half Price üzlete lesz. De semmilyen szempontból nem szponzorált ez a videó, viszont nagyon-nagyon szeretem. Szóval tényleg nagyon olcsón, nagyon-nagyon jó minőségű dolgokat lehet kifogni. Most amúgy csak eljátszom, hogy nagyon nagy önbizalmam van vlogolni emberek között, szóval amúgy nincs, de hogyha nem kérdőjelezem meg magam, miközben beszélek egy telefonhoz, akkor szerintem más emberek is kevésbé néznek hülyének, mint hogyha ilyen bizonytalan lennék, szóval nagyon nagy önbizalommal vlogolgatok most. Jó, azért most kicsit megijedtem. Szóval igen, a Half Price-ban találkozom. Wow! Ez például egy ilyen műkaktusz, amúgy képen szerintem nem annyira néz ki jól, mint élőben. Ez azt gondolom, hogy amúgy egész jól néz ki. Először mindenképpen valami zöldet keresnék az erkélyre, mert szerintem az nagyon jól néz neki, ha lenne több ilyen műnövény. Úristen, nagyon megijedtem ezektől. Mit akartam mondani? Igen, egy igazi növényt, élőt soha nem vállalnék az erkélyemre, ugyanis még a szobanövényeimmel sem tudok mit kezdeni néha, mert mint hogy hát sokszor vannak borzasztó állapotban, de... Úgyhogy találtam valami nagyon jót. Ez alapvetően fogalmam sincs, hogy mire való, de ezt nem is kell tudnom, de hogyha egy ilyen kis pihenősarkot ezzel létre lehetne hozni az erkén, az nagyon jó lenne, ilyen kis ágyként leterítve. Úristen, már majdnem, hogy kész vagyok. Már csak így pár dolog van a fejemben, és nagyon-nagyon jó cuccokat találtam. Sokkal jobban teljesítek, mint én azt gondoltam, és egy üzletbe jártam, és lehet, hogy jó, de amúgy kell a Pepco-ba menni, mert ott szeretnék majd dobozokat venni, de itt az erkélyre mindent megtaláltam, és most nagyon lelkes vagyok, és szerintem ma meg is csinálom, amit így berendezem ezekből az erkélyt, amihez ki is kell takarítanom az erkélyt, meg lesz. Megmutatom, hogy hogy néztem ki, amikor sántikálva ennyi cucca az utcán mentem, tehát hogy valahogy így, hogy... Vajon hányan néztek ma idiótának? Tehát, hogy ez... De mondjuk amúgy, ez valószínűleg idióta vagyok, kiindul el sántán az erkélyre vásárolni cuccokat, és ezt mind kézben hoztam haza. Miért? Elképesztő, amikre képes vagyok szerintem. Na még gyorsan mindenképpen el szeretnék ugrani a Pepco-ba a ruháimnak dobozokért, és utána jön egy nagyon részletes haul videó. Ugyanis nagyon-nagyon-nagyon jó cuccokat találtam az erkélyemre, és... egészen biztos vagyok benne, hogy ma ezzel be is fogom rendezni az erkélyemet, mert nem fogom kibírni, hogy kivárjam. Ami jó hír, mert akkor ki fogom végre takarítani az erkélyt. Szóval még egy Pepco, és jön a haul. Viszlát! Viszlát! Mindjárt jövök. Megjöttem! Kezdjük azzal, amit nem is tudom, hogy miért vásároltam meg, mert hogy így konkrétan nem volt oka, hogy ezt hova képzelem el, csak a színekhez nagyon ment. Vettem kettő ilyen, egyébként ez ilyen nagyon hosszú, ilyen kis... ez ilyen kis műnövény, szerintem tök jól néz ki, úgyhogy ez szerintem tök jó dekoráció lesz majd az erkélyre, ami legelőször került a kosaramba. Ja, és amúgy képzeljétek el, annyira cuki dolog történt, mert az volt, hogy ugye én nem vittem magammal a kosarat, mert nem tudom, azt hittem, hogy elférnek a kezemben a dolgok, amiket fogok vásárolni, vagy hát nem gondoltam, hogy ennyi mindent fogok venni. És egy dolgozó látta, hogy szenvedek, és így cipelem a cuccokat, és hozott nekem egy kosarat csak úgy magától, és odahozta, és azt mondta, hogy talán így könnyebb lesz. És nagyon jól esett, hogy kaptad egy kosarat. Velem jött egy ilyen kis dekoráció kaktusz is, amit majd az erkélybe az egyik sarokba tervezek majd így letenni, és szerintem nagyon jól fog mutatni, a mérete is szerintem pont jó. És nagyon-nagyon tetszett, mert ez pont olyan, hogy így jó, meg tudod róla mondani egy műnövény, de nincs ez a nagyon műanyag hatása. Viszont amúgy ez műanyag, szóval ez nem egy ilyen...
Ez nem egy ilyen kerámia, hanem ez műanyag. Aztán velem jött még két ilyen gaz. Azért tetszett, mert ezek ilyen... Jajajajajajaj. Ne, ezt ne csináljátok, légy szíves, jó? Ezek azért tetszettek, mert ezek ilyen kis semleges színűek. Megmutatom, hogy mibe képzeltem el. Vettem egy ilyen kis csizmát, ami szerintem nagyon jól néz ki, és úgy gondoltam, hogy ezt ebbe így beleteszem, és... már is egy kis mutatós dolog. Ezeket szerintem nem tudom ebben majd beletenni, mert ezek ilyen nagyon hosszúak, tehát hogy jaj. Tehát hogy ez kicsit furcsán nézne így ki, vagy amúgy... Jaj, el is dőlt, szóval ez így nem jó, de akár kisebbre is vághatnám, és akkor lehet, hogy ez is beleférne majd az erkélyre ebbe a csizmába, nem tudom. Minden esetre nekem ez a csizma nagyon-nagyon tetszett, ilyen nem tudom, olyan jól néz ki, meg az ára is tök jó volt, és a színpalettába is beleillett, amilyen színeket összeválogattam, úgyhogy nem tudom, tetszett. Aztán még amit vettem, és ilyen kis kiegészítő, az nem más, mint ez a kis, hát ilyen mécses tartó, ó basszus, nem vettem bele elemet, pedig erre emlékeztem, hogy ez elemmel működik. Oké, 3 ceruza elem kell bele, ezt magamnak mondom, mert úgyis el fogom felejteni. És világít majd benne ez a kis izé, és szerintem színben nagyon cuki, nekem nagyon-nagyon tetszett. Ennek megemlítem az árát, mert ez 1000 forint volt, szerintem nagyon-nagyon jó ár egy ilyenért, nagyon tetszik. Illetve szintén a color paletta miatt, mivel nagyon beleillik színben, ezért vettem 3 ilyen kis mini gyertyát, amit különböző pontokra el tudok majd helyezni az erkélyen, amúgy még nem szagoltam meg. Bár mondjuk gyertyát égetni az erkélyen, az valószínűleg egy kicsit hülyeség, nem? Mert úgy se érzed az erkélyen az illatát, vagy de. Ilyen tisztaság illatú. Amúgy fogalmam sincs, miről beszélek, de... Végül megvettem ezt az izét, amiről azóta sem tudom, hogy alapvetően mire való, de ez olyan, mint egy ilyen nagy takaró. Tehát, hogy hát egy ilyen nagy matrac. Ja, és ami nagyon furcsa, hogy ez ebben a zöld színben 2000 forinttal drágább volt, mint a kék színben, pedig pontosan ugyanaz a dolog volt, csak ez drágább volt 2000 forinttal, de gondoltam, hogy akkor már nem veszem meg a kéket, hogyha zöld és rózsaszín vonalon mozog az egész erkély, mert az nagyon fura lenne, hogy ez meg kék lenne, szóval azt mondtam, hogy jó, inkább megveszem 2000 forinttal drágábban, de ez tök fura. Miért volt drágább azért, mert más a szín? Ja, és ebből csak amúgy egy darab volt. A kékből meg még 830. Jó, mondjuk valószínűleg ezért volt drágább. Amúgy ez tök kényelmes. Mármint, hogy ezt nem így gondoltam, hanem pont úgy, hogy így ráfeküdni az erkélyen. Ez nem tudom, hogy mennyire elképzelhető, de majd megnézzük. De szerintem egy ilyen kis kuckós sarkot létrehozni az erkélyen szerintem tök jó lenne. És igen, valóban velem jött egy díszpárna, de a mentségemről legyen szó, hogy nem erre a kanapéra vettem, hanem pont kintre, hogy majd erre így tök jó lesz így rátenni, és akkor így lehet ölelgetni, mert amúgy én mindig úgy ülök le másoknál is a kanapéra, meg bárhova, hogyha van egy díszpárna, azt mindig így az ölembe veszem, és nagyon nagy komfortérzetet ad, ez így nagyon jó így ülni. És az utolsó két dolog, amit az erkélyre vettem, az nem más, mint 2 darab székpárna. Hát! Láthatjátok itt a color kódot, ugyanis csak rózsaszín és zöld dolgokat vettem. Igen. Szerintem az, hogy 2 ilyen szebb kis párna lesz a széken kint, mert most láthattátok 2 ilyen, hát már ilyen napkiszívta, kicsit koszos, fura színű, tudjátok, hát nem, ilyen két kicsit gagyibb párna van kint a székeken az erkélyen, de 2 ilyen tök menő párna szerintem nagyon fel fogja dobni, úgyhogy én most azzal, hogy az erkélyre miket vásároltam, nagyon elégedett vagyok, és nagyon jó dolgokat találtam, alig várom, hogy berendezzem. A holnapi nap egyik projektje azon kívül, hogy varratszedésre megyek, ugye mert össze kellett varni az egyik lábujjam, azon kívül, vagy mi van? A holnapi nap egyik projektje az, hogy megcsináljuk az erkélyt. Ja, és még ez kicsit unalmas, de ezt is megmutatom. Vettem a Pepco-ban 3 ilyen, vagy hát ez igazából 6 darab ilyen nagyobb doboz, amiben a ruháimat el fogom tudni tárolni, addig, amíg nincs rá szükség, ugyanis most nyáron tényleg tök fölöslegesen vannak elől ilyen pulcsik, meg tök fölöslegesen tárolok hosszú nadrágokat, ami elfoglal 100 millió helyet, miközben, és ezért nem látom át a rövid nadrágaimat, meg a nyári ruháimat annyira, mert a pulcsik, meg a hosszúgatyák is elől vannak, aminek semmi értelme, mert minek van elől, mikor úgyse veszek fel nyáron pulcsit, meg hosszú nadrágot. És hogyha kész vagyok az erkéllyel, akkor megmutatom, hogy végül hogy sikerültek ezek a dolgok, és mit hogy rendeztem el. Na hát sziasztok, már másnap van, és ahogy láthatjátok, Magyar Barbara itt van velem, és ma vele fogunk videózni, és... Nektek is megmutatom, és egyben Barbie-nak is, ugyanis éjszaka nem bírtam ki, és megcsináltam az erkélyt így teljesen a cuccokkal, és be is rendeztem, ki is takarítottam, úgyhogy te is megnézheted, hogy milyen az új erkély. Amúgy semmi extra, csak nem mert... Nem is tudtam, hogy lesz.
Igen, csak vettem pár új cuccot. Ja, ez csak így random kipattant a fejemből, de vettem pár cuccot. Szóval, hogyha szeretnéd, akkor megnézheted. De nem szeretnéd. Ja, jó, akkor csak megmutatom a nézőknek. Jó, jó. Akkor mindegy, amúgy nem is annyira lényeg az erkély. De tényleg ne számít semmi extrára. Csak ilyen kis cuki. Isten, ez nagyon jó az a kincizé. Igen, csináltam ide ilyen kis pihenő sarkot. Nagyon cuki. És szerintem ide így le lehet majd így ülni, olvasni, ilyenek. Szerintem ez tök menő. Vagy hát nekem nagyon tetszik. Nagyon jó. Aztán kicseréltem ugye a párnákat ilyen szépre. Aha. De jó ezek a gyertyák. Igen. Ó, azt a de jó az a vizé papucs. Igen, vettem ilyen. Papucs, mi a fasz? Ez egy csimma. Csimma. Ja, szóval, meg amúgy azt a kettőt se dobtam ki. Jaj, hát igazán érdekes kompozíció. Én ne, sajnos nem tudok kidobni semmit, szóval. De jó, hogy amúgy, tetszik? Nekem tetszik nagyon jó. De látod a color coordination-t? Igen, hogy mind... kék meg türkiz. Igen. Nagyon jó. Like. Örülök, jó. Na most már két nappal később van, és éppen Dóri van itt nálam, és ő is lecsekkolja az erkélyemet, és van egy ilyen közös, ja igen, ez a Dóri. Hello. Van egy ilyen közös múltunk az erkélyel kapcsolatban, ugyanis Dóri volt az első, aki felvetette ezt az ötletet, hogy csinálhatnék valamit az erkélyemmel, és akkor hangulatosabb lenne, erről csak így beszélgettünk. Az első, nem az egyetlen? Azóta más is felvetette neked? Én tovább szőttem. Jó, igazából igen, tényleg Dóri volt az ötlet gazdája. Azt igen, ezt a felvetetést vártam, hogy ez az én ötletem volt. Igen. Itt van egy eszméletlen király erkély, és tök kihasználatlan, vagy kihasználatlannak tűnik számomra. Így van, szóval most... Megtudtátok, hogy Dóri volt az ötletgazdája annak, hogy legyen egy kicsit csinosabb az erkély. Nem kell ilyen nagyon extrára számítani jó. Egyébként, de nem is extrátlan. Oké. Okay. Szóval itt van itt egy ilyen, igen, van itt egy ilyen kuckó. De cuki, hogy így ide lehet ülni. Igen, meg hát így el is lehet így kb. Így feküdni, hogyha így a lábad lelógtad, így elpihenni. És vettem elemet ebbe a cuccba. Oh. Ez így szerintem nagyon-nagyon hangulatos. Kis kózi, jó, nagyon jó. Igen. Tetszuk ki az a mini csizma. Nagyon ügyes de jó lett. Abból indultam ki, amit mi beszéltünk, hogy te csinálnál valamilyen kuckózó sarkot. Igen. És hogy ezzel kezdődött. Igen. Meg szem a szürké, ez tök jó a rózsaszín, ez nem a szürke rózsaszín kombó. Ezelőtt sem volt abszolút rossz, mert ezelőtt asztali székek voltak, de hogy így az ember szívesebben van ott. Igen, ezt érzem én is. Szóval köszönöm az ötletet. Igazán nincs mit. És igen, azt hiszem, hogy úgy illendő, hogy ebben a videóban a jelenlegi kedvenc helyemről köszönök el tőletek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Nagyon örülök, hogy elkészült ez az erkélyem, nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. És ne felejtjétek, találkozunk holnap. Sziasztok!